Óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben a Miskolci Vízilabdaklub, amely a 2015-16-os bajnoki évad óta szereplője az élvonalnak, mind jobb és jobb eredményeket produkálva. A fiatalokra nagymértékben támaszkodó felnőtt csapat a legutóbbi évadban résztvevője volt a LEN kupának, azaz bemutatkozhatott nemzetközi porondon is. A klub elmúlt évekbeli sikereiről, az előrelépés állomásairól az elnök Bachner András beszélt stábunknak. 2012-ben én 6 évvel ezelőtt vettem át a klubot, OB1B-s csapatunk volt, és nyilvánvaló, hogy a cél az volt, hogy minél hamarabb feljussunk a legjobbak közé, ami szerintem nagyon rövid időn belül sikerült. Úgyhogy az idén már a negyedik bajnokságát kezdi meg a Panergy MVLC a magyar első osztályba, és amit az eredmények mutatták, egyre jobban. Tehát feljutóként a 10. hely megszerzése, én azt hiszem, hogy az egy dicséretes dolog. Következő évben ugye 8-ba kerülés volt a cél, ehhez képest Európa Kupa indulást harcolt ki a csapat, ahol ugye a legjobb 4 közé jutott be. A tapasztalt nemzetközi rutinnal büszkekedő játékosok mellett ugyanakkor fontos szerep jut az utánpótlás korú fiataloknak is. A világkupa győztes 20 éves Nagy Ádám a szintén 1998-as születésű felnőtt válogatott Vadovics Viktor és a nyáron a Honvédtól érkező 19 esztendős Vad Levente mellett rendre lehetőséget kap Sike József csapatában a junior Európa-bajnokságot is megjárt Mizsei Márton, valamint a 17 éves Vismeg Zsombor és a mindössze 15 éves testvére Vismeg Botond is. A motivációban nincs hiány, én amúgy is szeretek edzeni, szóval megteszünk mindent azért, hogy minél hamarabb játszhassunk az első osztályban. Nagyon örülünk, hogy itt edzhetünk, és további fejlődés a cél mindenképpen. Nálam az volt a helyzet, hogy mivel a testvérem vízilabdázott, ő az idősebb, ezért a szüleink úgy gondolták, hogy ez egy nagyon szép sport és nagyon jó, ezért én is így elkezdtem vízilabdázni. Azzal, hogy egy ilyen profi felnőtt csapatnak a része lehetek, ezzel megnő az edzésben tett teljesítményem is és koncentrációm is, és a csapat az nagyon jó a hangulat, rendkívül befogadóak voltak és nagyon szimpatikusak. Szeretnék minél több lehetőséget kapni itt a Miskolcnál és megmutatni, hogy mire vagyok képes a OB1-es felnőtt színvonalban, és szeretnék a jövőben a világbajnokságon, a junior világbajnokságon részt venni. Ez a munkához feltétlenül hozzá kell tegyem, hogy kellett az az edzői gárda, akit Miskolcon összejött. Tehát én azt hiszem, hogy utánpótlásban pillanatnyilag az egyik legerősebb bástyája vagyunk edzők szempontjából. Horkai György nevét nem kell megmagyarázni, Kis Istvánét úgysem. Popovics Miklós, Zajác Hanna, tehát ők fantasztikus jól dolgoznak, ami meglátszik a gyerekeknek a fejlődésén. A miskolci utánpótlás nevelés fejlődését az a tény is igazolja, hogy az ifjúsági, a serdülő és a gyermekcsapat a mostani évadban már a korosztályos bajnokságok felsőházában szerepelhet. A munkát a montreali olimpiai bajnok Horkai György segíti, aki többek között egyéni képzéseket vezényel a helyi Kemény Dénes sportuszadában. A szövetségben még foglalkoztatásban vagyok. Ugye én jelenleg a utánpótlás válogatottaknak a szakmai tanácsadója vagyok, és az időben belefért, és fölkért a Bachner András elnök úr, hogy az, amiről én annyiszor beszéltem, most már mindenki mondja, hogy mennyire hiányzik az egyéni képzés és a játékosokkal való külön foglalkozás. Megkért, hogy ha belefér az időmbe, akkor itt Miskolcon vállaljam el, és én foglalkozom külön játékosokkal. Általában kett szerdánként itt vagyok, és foglalkozunk védekezés, centerjáték, egyéni játékosokkal, úgyhogy én nagyon örülök neki, és jól érzem magam. A közös munkát nem csak a szakmai tanácsadó, hanem a játékosok is nagyon élvezik. Gyuribával már egy fél éve dolgozunk vele, és elkezdtük ezeket a poszt-specifikus dolgokat gyakorolni. Én például center vagyok, az öcsém pedig védőjátékos back. Nekünk ezek nagyon fontosak. Sokkal több technikát gyakorlunk, de már régebben is gyakoroltuk ezeket a center-back technikákat, csak most még fokozottabban ezekre éleződik ki az edzés.
Szóval igen, szerintem másabbak fizikai terheltségben is, és mindenben. Úgy gondolom, hogy jó volt a fogadtatás, én is örömmel jövök, és azt láttam, hogy örömmel várnak. Persze, aki éppen dolgozik, az nem biztos, hogy ezt gondolja, de én azt hiszem, hogy jó összhangban dolgozunk. Siker Józsival, az edzővel beosztjuk a feladatokat, és én elégedett vagyok, úgy látom, hogy alakulnak a dolgok, sokat látok vissza már a edzéseken, ugye külön a centerekkel, a védőkkel, azokat a feladatokat, hogyan kell megoldani a centerfogást, és ezt sokszor lehet látni, és ez jó érzés.